Abban az időben, amikor a tündérek még a földön éltek, a csodálatosan szép aranykertet választották lakóhelyül. Ebben a szépséges tündérországban örök tavasz virított. Aranyfáin hihetetlen bőségben termett az aranygyümölcs. Tündér Ilona volt az ország királynője, aki tündéreivel együtt fényes vízipaloták sorában lakott. A tündérek kikirándultak a Dunavad regényes szigetvilágába. Legszívesebben azonban a kis Dunán pompázó Ilka, későbbi nevén Jókai szigetet keresték fel. Innét a macska réven át rendszerint a Magyarósi rétre mentek mulatni. Amerre csak jártak, útjukat mindenütt jelölte a hajukból sűrűn hulló aranypor. A tündérek ma is itt élnének az Aranyszigeten, ha egy alkalommal földi ember nem került volna közéjük, aki botrányosan viselkedett, mire a fölháborodott tündérek örökre eltűntek a vidékről. Ezzel lezárult a boldogságkora, az aranykert pedig átváltozott, amely megcsalja a boldogságot kereső embert. Ebből még arra vagyok kíváncsi, hogy ez egy öröklött mesterség, vagy újonnan szerzett. Tehát ősei között is volt arany mosó? Nem, én Budapestről származom. Tényleg? Tehát, igen. Nem, érdekes, rendszerváltáskor, 1992 óta mosok én aranyat. Tehát rendszerváltáskor dolgoztam földmérési intézetben, mint gépkocsi vezető, és jött a rendszerváltás, lapátra kerültem is. Keresgéltük a kollégákkal a új munkahelyet, és akkor volt az újságban egy hirdetés, hogy aranymosó tanfolyamot hirdetett Kézdi Laci bátyám. Aztán én voltam az egyetlen jelentkező, és akkor azóta van ez, hogy én aranyat mosok. És akkor költözött ide Ácsra? Nem, 2000-ben költöztem Ácsra. Hát igen, sose voltam nagy budapesti, Budapesten születtem, de utáltam Budapest. BKV-nál dolgoztam, buszvezető voltam, villamosvezető, emberundorom lett az az igazság. Azért aztán eljöttem vidékre lakni, és hát ezt a részt ismertem akkor már az aranymosás folytán, ezért jöttem Ácsra lakni. Amikor így kutakodtunk, hogy kit lehetne megkérdezni, vagy megkeresni, és hát nyilván Ács volt a fontos terület nekünk, akkor kizárólag az ön neve merült fel az Ácsiakban is. Tehát, hogy nem ismeretes, hogy esetleg most még a mai nap ás valaki még, vagy most aranyat. Ön tud-e esetleg kollégáról itt? Gönyűn van egy cimborám, Gönyűről, Szabó Jani. Hát ő nálam is régebben mossa az aranyat, csak ő sokat kihagyott. Aztán egy olyan 6-8 éve kezdte újból az aranymosást, hát már ő nyugdíjas. Én meg most vagyok nyugdíjazás alatt, úgyhogy... Tehát folyamatban van a nyugdíjazásom, úgyhogy... Hát róla olvastam, most az interneten kutakodtam én is egy kicsit az aranymosás után, mondom, hát ne jöjjek ide felkészületlenül, és hát róla olvastam. Szabó Janiról? Igen, Gönyűről. És olyan ismeretei, vagy kutatásai, vagy keresgélései, ami Áccsal kapcsolatos, az Áccsal aranymosókról, arról van-e? Hát, amit a Ellászló Endre könyveiben lehetett olvasni, igazából véve annyi ismeretem. Tehát, talán az utolsó ácsi aranymosó 1991-ben halt meg, úgy tudom. Tehát én már nem találkoztam az öreg aranymosókkal, mert én 92-ben kezdtem el az aranymosát. A Nagy Lajos bácsi volt az utolsó, aki azt hiszem meghalt, és még aranymosó volt itt Ácson, aki ismert volt. Hát aztán volt más is olyan aranymosó, aki azt hitte, hogy aranymosó, de hát lehet, hogy értett hozzá. Én, amit láttam ahhoz, az igazából nem volt nagy mutatvány, de hát meghalt fiatalon az a gyerek. Veszprémi Bélának hívták. Beteg lett és meghalt fiatalon, tehát mit tudom én, 40-valahány évesen. De mondom, én nem nagyon láttam őt úgy aranyat mosni, hogy komoly lett volna. Azután érdeklődöm, hogy mitől kaphatok én kedvet, vagy mitől kaphatunk mi kedvet az aranymosáshoz? Mi az, ami lenyűgöző benne? Ha ilyet lát, mint ami a padon van, nem tudom én se, hogy mennyi lehet. De amikor úgy szépen sárgul a padon az arany, akkor ember, nekem legalábbis beindul a,
a gépezet, és akkor azt mondom, hogy gyorsan fölrakom ezt a másfél köbmétert, azt ott a talicska, és akkor még hordok. Nagyon mert jó. Van benne. Említette, amikor ide érkeztünk, hogy megvan a terep is, hogy hol az a rész, ahol tulajdonképpen látható, hogy lesz arany, és azt mondta, hogy tud próbát is mutatni. Igen. Akkor most megnézhetjük azt a próbát? Hát meg lehet, igen. Vagy jó. Csak úgy oda bele kell tenni? Belerakom, lemegyünk a vízhez. Jó. Úgyhogy... És ide? Én beleállok a vízbe. Én aztán... is van gumicsizmám, ja, készültem. Úgy könnyű lesz. Ja. Az igazság, nem vagyok nagy bajnoka ebbe a próbában. Ezt valamikor rozsdás lapáttal, meg falapáttal csinálták, csak most már 21. századot írjuk. Ez egy ilyen eredeti amerikai aranymosótáv. Igen? Igen. Tehát tulajdonképpen a próba semmiben nem különbözik attól az aranymosási technikától, amit a filmekben látunk. Hát végül is igen. A Yukon folyói. Például, igen. Itt az a lényeg, hogy ugyanaz megy, az a fajsúlykülönbség alapján szeparálni kell az anyagokat. Ugye rázogatom, a neheze alulra kerül, a könnyű meg följön. Tehát aztán leöntögetem róla. Hát én nekem ilyen laikusként, aha, most már látom, mert úgy tűnt, mint hogyha a kavics maradna csak benne. Nem, az jön föl a tetejére, és azt öntöm le róla. Hát nézzük, hogy mit látunk benne. Reménykedem, hogy... Mert a szemem rossz, a szemüveg az nem ártana, de... messziről nézem azért. És akkor az aranypor az hogy az alján kell, hogy maradjon? Ott kell, hogy lássuk? Ahonnan leöblítem az anyagot, igen. Az alatt van. Tehát én már látok benne aranyszemcsét. Aha, igen. Talán. Itt a, igen, aha, itt a, ezen ott, a részen. Ott, mint hogyha, hát. Itt van egy nagyobb. Hát szóval ez egy ilyen játék, de van ebbe arany elég jól. Most ezt meg szokták számolni. Na, én nem számolgatok, mert vaksi vagyok. Ja, ott vannak ezek ott a lehet, kötyöcskék. Úgy, bizony, aha, az az aranyszemcse. Na, ez elég jónak mutatkozik. Ugye a próba is megmutatta, hogy azért van benne arany. Úgyhogy ilyenkor lelkesebb vagyok. Nyáron, ácson nagyon kevés volt. Úgyhogy sokat befolyásol a vízállás, szóval időjárás. Nem, ez nagyon, hát azért tegnap például azért nem, szép idő volt, de akkora szél volt, hogy az ember nem bírja itt a parton hosszú ideig. Tehát itt régen a Nemzeti Banknak le kellett adni, de már nem foglalkozik vele a Nemzeti Bank, annak adom el, aki a legtöbbet fizeti érte. Tehát ez így működik persze. Magán. Van, ahol Győrbe is állítólag megveszik, de én nem. Nekem van egy helyem, ahol világpiaci árat adnak érte, oda viszem, és ott adom el. Lehetséges. Én nem tudom, de az az igazság, hogy a Tisza-magyarországi szakasza az jószerivel nem hogy homokos, hanem inkább iszapos. Tehát valószínű, hogy egész fönn a ukrán határnál ott lehet, vagy a román határnál, ahol sóder van, homok van, ott lehet esetleg arany benne. De nem, ott még nem próbáltam. Hát, persze. Hát, öntől, vagy? Nem. Hát van, hát internetet akkor átböngészte, van ilyen internetes aranymosó fórum, meg ilyenek. Hát őszintén szóval én jókat mulatok rajta, mert olyanoktól tanulnak azok a fiatal, mert fiatalok általában azért ezek, akik a internetes fórumokat csinálják, akik itt, én még nem láttam a Dunaparton őket, szóval... Jó, Pesten is lehet aranyat mosni, én is találtam aranyat Budapesten, tehát...
De akikkel én találkoztam, azok a fiatalok, azok nem igazán akarnak sokat dolgozni, hanem úgy gondolják, hogy kevésből is sok aranyat ki lehet venni, és az... Meg nem tudom, ez az internetes fórum, ez olyan, hogy arról beszélnek, hogy szivattyúval nem lehet dolgozni. Félig meddig nem törvényes, én is azt mondom, de most már nem a 19. században vagyunk, hanem a 21. Tehát... Igen, meringelővel dolgoztak, egyszer én dolgoztam, 2006-ban dolgoztam meringelővel, hát a szemem kigúvat, hogy egy fél köbmétert átmossak, és jó, olyan anyagokat lehet mosni, amiben sok az arany, tehát, de nem, hát a technikai haladása halad, de az az igazság, hogy a gépesített aranymosás, az bánya törvény alá esik, és ez most mi a gépesítés? Az, hogy én csúszórostát használok, meg szivattyút, de ugyanúgy kézzel lapátolom össze a fövenyt, nem géppel, tehát ez a határmezgye. Említette, hogy ezt a szerszámez, vagy gép, vagy mosópad, ugye? A mosópad és ez a rosta. Hogy ezt önkészítette? Persze, itt minden házi készítés. És akkor áll egy zuhanyból, a rostából. Hát egy szórófej. Ez a nagyját leveszi, és akkor oda megy rá a mosópadra. Az apróság, igen, az arany, meg a homok, meg az apró kavics rámegy a mosópadra, és az a bordás gumilemez megfogja az aranyat. És onnan hogyan szedi majd le? Van az a vödör, abba a bordával függőlegesen beleállítom, és azzal a flakonnal meg lemosom róla. És akkor ott van. És akkor ott marad a vödörbe az aranypor többek azt között. Azt mondják, hogy az arany kinyeréséhez szükség van higanyra, használ? Hát használok. Használ. Én azzal lehetne ezt mechanikusan is tisztítani, de az borzasztó sokáig tart. Szóval akkor egy kicsit azért... Hát vannak veszély, de hát most azt mondom, 25 éve csinálom. Aha. 5 fogam hiányzik, akkor nem csinálhatom rosszul, mert higanymérgezés első jele, hogy kihullanak a fogak. Úgyhogy, tehát a technológia az nem lehet rossz. Csak hát... Van esetleg olyan egy érdekes történet, vagy valami, amit szívesen elmesélne? Hogy eszébe jut az aranymosással kapcsolatban? Van, például amikor aranyrögöt talált a mácson. Tényleg? Igen. Nem is egyet, egy nap alatt 2 darabot. Az azt hiszem, hogy az ember életében a Dunában nem sokan találtak. Tehát az ember életében egyszer fordul elő. De volt olyan helyem, az is szintén ácson, hogy egy talicskányi anyagból 3-4 gram arany jött ki. Tehát ezek olyan dolgok, ami megdobogottatják az ember szívét. Már csak úgy visszagondolni is jó rá. Minden mesében a valóság csírája rejtőzik. A Duna ugyanis évezredeken át szállította aranytartalmú hordalékát, amelyet a csendesebb folyású Csallóközi és Szigetközi szakaszon rakott le tekintélyes mennyiségben. Az enyhe lejtésű homokos partukon hullámverés után még napjainkban is annyi csillogó aranyszem csemerődik össze, hogy napsütésben szabad szemmel is látható.